Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Rónai Egon vagyok, csütörtök este látják az Egyenes beszédet. Két elemző vendéggel indítunk, Mikesz Dánielrel és Pulai Andrással. Szervusztok, jó estét kívánok. Van, zajlik a negyedik budapesti demográfiai csúcs, bármit is jelentsen ez, mert a demográfiai csúcs nincs Magyarországon, bár ebben reménykedett a kormányzat az elmúlt években, ám a csúcsot megtartották. És Orbán Viktor szólásra emelkedett, és akkor én most rögtön itt az elején idéznék tőle. A magyar gyermekvédelmi rendszer azonnal bekapcsol, ha veszély érkezik genderaktivistáktól, a médiából vagy Brüsszelből. Ez szerint akkor még sohasem kapcsolt be. Mert hogyha valahol itt biztosan nem jön veszély a gyermekekre, meg az óvodásokra, azok ezek a csoportok. Mindazonáltal azt gondolom, hogy nem, én sem gondolom azt, hogy lenne demográfiai csúcs, viszont van demográfiai völgy. Ami egy nagyon komoly probléma egy olyan esetben, amikor a kormány kitűzte a zászlójára, hogy már pedig ezt a kérdést megoldja. És szerintem pont ez az idézet mutatja meg, hogy miért került ez a történet Zsák utcába, mert hogy szakpolitikailag, meg szakmailag nem igazán sikerült ezt a kérdést úgy megragadni, hogy annak önmagában pozitív kimenet. András, nem az az ijesztő, hogy arról beszélünk, hogy gyermekvédelmi rendszer, és akkor nem az a következő mondat, hogy hatékonyan bekapcsol a rendszer, hogyha családon belüli erőszakra utaló jeleket látunk, szemtanúja a gyerek az erőszaknak, ha éhes a gyerek, ha kimarad az iskolából, és ezt hosszan lehetne sorolni, nem a gyerekről beszélünk, hanem a gender politikáról beszélünk, Brüsszelről, meg nem is tudom miről. Hát ugye ebből is látszik, hogy ez valójában a kormány nem egy demográfiai kérdésnek fogja fel, hanem egy politikai kampánykérdésnek, és pontosan az a gyerek veszik el ebben a történetben. Mondanám azt, hogy ki van öntve a fürdővízzel, de hogy valójában még az sem. És hát nyilván ez a legveszélyesebb ebben. Igazából a Fidesznek a szakpolitikája ez a nagyon régóta erről szól, hogy megragadnak benne valamilyen politikai látványos elemet, és közben a lényeg elmaradt. Csak hogy egy ide kapcsolódó párhuzamos példát mondjak, ugye van ez a melegellenes pedofil törvény történet, ebben egyetlen egy dologról nincsen szó, egyetlen egy dolognak a szabályozását nem módosítják, a pedofilokét. Tehát hogy nincsen az, hogy szigorúbb elbírálás, nincsen az, hogy kicsiket megváltozik a rendszer, semmi. Erről nincsen szó. Ez igazából, hogy mondjam, aggasztó, amit itt hallunk, de hogy valójában sajnos nem lepődünk meg. Dani? Hát a családon belüli erőszak azért az 2010 után is volt benne egy konszenzus. Civil szervezetek voltak azok például, akik azért egy ilyen nyomást tudtak gyakorolni, és akkor, hogyha jól emlékszem, akkor együtt szavazott az ellenzék és a kormány. És ha jól emlékszem, aztán 12-13-ban lehetett. Ebben az, hogy akkor Brüsszelről van szó, az Európai Unióról, meg gender aktivistákról, ez azt mutatja, hogy megint egy valami fajta külső ellenséget akar létrehozni a kormány. Tehát akik minket fenyegetnek, és velük szemben kell fellépni. Ez nagyon hasonló arra, ami a 18-as kampány előtt volt a bevándorlás, a migrációval menekültekkel kapcsolatban. Tehát itt látszik az, hogy annak a folytatása történik, amit már tulajdonképpen nyáron bevezetett a kormány, az, hogy minket támadnak, egyedül vagyunk, illetve nem vagyunk egyedül, mert hát azért Közép-Európára lehet számítani, vannak szövetségeseink, de ugye itt megint valahogy van egy normalitás, amit a kormány képvisel, van egy abnormalitás, amit nyugaton lehet látni, és ezzel szemben kell képviselni azt, amit a kormány. Hogy mennyire így van, ezt meg tudom erősíteni Orbántól még egy idézet. Jó, ha miniszterelnököt idézni, hát egy ilyen konferencián azt gondolom, hogy fontos. A gyermekeket használnak Pride aktivistaként, és gyermekeken népszerűsítik a szabad nem választást, állítja a miniszterelnök, és hozzáteszi, hogy Közép-Európában más a helyzet, vagy te erre utaltál is. A mi történelmünk úgy véd bennünket a kulturális baloldaltól, ahogy a vakcinák védenek a koronavírustól. Én nagyon nehezen találom a szavakat ebben a történetben, mert hogy igazából ebben egyetlen egy igazság van, hogy a vakcina az véd a koronavírustól, és nagyjából semmi más nincsen. Minden egy ilyen, ez egy ilyen hagymázas, nem is tudom, ilyen politikai, ilyen kígyótekergés, amit hogy nem látjuk, hogy hova vezet. Van egy csomó ilyen narratív, amit a Fidesz az elmúlt években használt, és azokat így random előveszi, és így egy mondatba teszi őket, mindenféle különösebb értelem és az értelmi zavarást, a zavarodottságot fellemtételező módon. Szerintem ez nagyjából azt jelzi, hogy így a teljesen ötlettelen és kifagyott a gondolatokból a Fidesz, és ezeket a korábban vagy bevált, vagy nem bevált gondolatokat reciklálja. Biztos, mert hogy talált szövetségeseket ezen a konferencián, Viktor-e tárgykörben. Ebben vitatkozni kell, azért úgy látom, hogy ez régóta próbálják ezt. Tehát azokat a fajta vitákat, amit mondjuk az Egyesült Államokban történik kultúrában,
kulturális szinten, azt próbálják régóta behozni Magyarországra. Ez egy jó dolog, mert olcsó a identitás. A szöveget, néha a szó szerinti fordítások vannak. Igen, de hát ezek nem működnek ebben a kulturális közegben. Igen, azt láttuk, hogy a Szájer ügy után, hogy talán nem fog az működni, hogy valóban ilyen gender ideológiával, stb. Ez már korábban is egyébként felmerült, amikor ezt használták. Emlékszünk arra, hogy az ELTE egyik mesterképzésvel szemben is fellépett a kormány. Tehát ennek ezt a fajta témát már korábban be akarták hozni. Én azt gondoltam, hogy Magyarországon azért ennek nincsen alapja, tehát azért nem történnek olyan dolgok, mint az Egyesült Államokban. Például egyébként a Orbán Viktor egyik minisztere nem tudott arra választ adni, hogy akkor mi történik az óvodákban, hogy tényleg van ilyen úgymond LMBTQ propaganda. De hát ez mellékes, hogy mi történik a valóságban, hogyha a miniszterelnök azt mondja egy konferencián, akkor valószínűleg erre majd hivatkozni fognak a pártársai is. Na jó, de ezeket az importált ügyeket nem lehet egy-egybe átrakni Magyarország, és itt tényleg szó szerinti fordításokat látunk nagyon sok esetben, és ezek az ügyek egyszerűen nem működnek. Például a posztszájári időben ez a meleg támadás történet, egyszerűen előtte sem működött, de azóta különösen nem működik. Ugye mi mértük ezen ügyeknek az elfogadottságát, meg megítélését, és az embereknek a több mint a fele, egyértelmű többség ugye támogatja a melegpároknak az együttélését, a regisztrált illetási kapcsolatot. Éppen azt most egyébként a kormány sem támadja. Így van, azt még az előző Gyurcsány kormány hozta meg egyébként, lehet, hogy Medgyesért pontosan emlékszem. És a átbillen, pont most billen át, nem mondom, hogy ezekben a percekben, de hogy ezekben az években billen át a házasság támogatottsága a támogatott oldalra, illetve a melegpároknak az örökbefogadása is. Az elmúlt 3-4 évben rettentő sokat változott az elfogadás irányába, úgyhogy valójában én nem igazán láttam, hogy a Fidesz ebben a történetben mit akar elérni és mit motoroz. Ráadásul van egy relatív széles, kb. 25%-os csoport a Fidesz szavazóin belül, meg egyébként azt gondolom, hogy a Fidesz elitjén belül is, akiknek borsozik a háta ettől a történettől, és hogy ők ettől ezt elutasítják. És én abszolút el tudom képzelni, hogy ennek a történetnek a vége a Fidesz számára egy nettó negatív sztori lesz. Ami mert szintén nehéz lesz majd valamire átváltani, mert hogy nem sikerült, majd jön a következő. Ami érdekesebben, hogyha például összevetjük a lengyel társadalmat, vagy a lengyel politikát a magyarral, a PIST, ugye a lengyel jobboldali kormánypártnak a támogatója, azok jellemzően hát egy alacsonyabb státuszú rétegekből kerülnek ki. Tehát ott ezek a fajta üzenetek, ezek jobban működnek, hiszen azért a Fidesznek vannak felső középosztai támogatói, akik általában sokkal toleránsabbak ezekben a kérdésekben, tehát valóban van itt egy ilyen fajta ellentmondás, viszont ezeknél a magasabb státuszú csoportoknál lehet, hogy azért más a motiváció arra, hogy a Fideszre szavazzanak is, és tulajdonképpen akkor azt gondolják, hogy ez még talán esetleg belefér. Azt gondolják, hogy az eskúcsos adó az, ami ezeket a szavazókat inkább motiválja. Viszont az az érdekes, hogy ha megnézzük a Fidesz támogatottságának a demográfiáját mondjuk egy 5-6 éves időtávon, akkor azért látjuk, sőt igazából 7-8 évre kell visszamenni, akkor azért látjuk, hogy sokkal alacsonyabb státuszúak lettek az elmúlt 7-8 évben, és a magasabb státuszúak, úgynevezett középosztály, akit te beszélsz, felső középosztály, a budai elit, meg nyilván más vidéki településeken is az elit, az kb. 80%-ban az ellenzékre szavaz már. Tehát hogy valójában itt azért volt egy ilyen szavazócsere ezen a fronton, és a Fidesznek a tábora az kistelepülésibb lett, alacsonyabban iskolázottabb lett, alacsonyabb státuszú lett, és idősebb, azaz nyugdíjasabb is lett. Fél év múlva meglátjuk, hogy ez csak egy matek, vagy a valóság is ki fog derülni. Na, engedjük el Orbán Viktort, vegyük elő az ellenfeleit, előválasztás. Ha azt mondom, hogy közel 4 millió, így lassan egy hét elteltével, hát azért még nem mondjuk 5 nap elteltével, akkor arra ti azt mondjátok, hogy az sok? Hát valójában csak 3, de igen. Mert ugye hát volt 4, ma ugye a negyedik, és hát valamennyire működött ez szombaton is, mint tudjuk pár órán keresztül. 8000-10000 szavazat. Igen. Mármint a részvételről. Ja, persze. Csak a nézők tudják. Tehát, hogy mi a Republikonnál készítettünk egy becslést azok alapján, hogy más országokban, ahol ugyanolyan nyitott előválasztás van, tehát bárki elmet, nem csak a pártagok szavazni, ott mekkora az aránya az előválasztás, illetve a nagy választás között, és rendben olyan 9-12% körül, és a magyar, ugye a fővárosi előválasztásnál is azt láttuk, hogy 5% választók 5%-a ment el, a budapesti választók 5% az előválasztás, és nagyjából olyan 50%-os volt a főpolgármesteri választáson a részvétel. Tehát ebbe, hogyha így számolunk, akkor akár 6-7-8%-ra is becsülhető mostani az előválasztási részvétel, ami pedig ilyen 550-650 ezer szavazót jelent.
Tehát így ez a 250 000 az tulajdonképpen beleillik ebbe a trendbe, és ami egyébként jó az ellenzéknek, hiszen magának az egész előválasztásnak ad egy sokkal erősebb legitimációt, és hát persze, ami fontos, ami mindig elhangzik, hogy mozgósítja a saját szavazóit, és azért ez hatással van akár a bizonytalanokra is. Na pont ez a lényeg, hogy ez szerintem nem csak a saját szavazókra van hatással, hanem hatással van a Fideszre. Látjuk, hogy írtatos mennyiségű pénzt költ a ellenzéki miniszterelnök jelölteknek a becsmérlésére. Ugye Karácsony Gergely van a topon, mert most már lényegében 10-ből 9 forintot ráköltenek, meg 10-ből 9 cikket ráíratnak meg. Na de róla még nincs játékfilm. Kétségtelen, de még nem is volt miniszterelnök. De ugye. Bár akiről van játékfilm, az nem lesz miniszterelnök. Szóval, hogy megmozgat mindenkit, és igen, a bizonytalanokat is megmozgatja, tehát ad egy arcot, ad egy karaktert az elejének ez a történet, és bebizonyítja, hogy bizony az ellenzék is nagyon sok mindent el tud érni. Beszélgettünk erről, hogy mennyi lehet a részvétel még az előválasztás előtt itt a stúdióban, mi is, nyilván politikusokkal ti is, mi is, és szerintem ez magasabb azért annál, mint amit bárki is így ilyen tippre mondott volna. Azt mondjátok, hogy ennek van egy behúzó hatása is? Tehát, hogy az első napokban látják az emberek, hogy milyen tömeg áll egy-egy sátor környékén, akkor lehet, hogy azok is elmennek választani, szavazni most itt az előválasztáson, vagy szívesebben adják le a voksukat akár fél év múlva, akik bizonytalanok voltak abban, hogy akarják-e ők ezt? Ebben egyébként fellépett egy olyan hatás, hogy ezt angolul úgy mondják, hogy ez a FOMO, tehát attól való félelem, hogy kimaradok valamiből, és valóban azért ellenzéki választóknál lehet az az érzés, hogy nem akar kimaradni egy ilyen élményből. Egy ilyen, ugye amikor elmennek akár egy sátorhoz, akkor olyan embereket látnak, akikről azt gondolják, hogy már ugyanúgy gondolkodnak, mint én. Akár egy tüntetésen is azért jó részt venni egy ellenzéki választónak, mert azt látja, hogy hát nem is vagyunk kevesen, sokan vagyunk. Tehát itt mellettünk van a közösségi élmény. Pontosan mellettünk van az igazság, és ugyanezt érezheti akkor is, hogyha elmegy előválasztani, és nem akar lemaradni esetleg erről az élményről. A viták, amik kialakultak itt az elmúlt napokban, és elég élesek is lettek, lásd Zugló története, vagy a tegnapi Ózdi karemelgetős jobbikos történet. Ez mennyire bizonytalaníthatja el az embereket? Egyáltalán mennyire hat bármilyen irányban is? Szerintem pontosan ezek azok a viták, meg egyébként szerintem a hekkelés is, egy olyan történet, ami szerintem segít a részvételt, ami mutatja azt, hogy itt vannak érdemi beszélgetések ezen az oldalon, most mindegy, hogy kinek van igaza, bár azt nehéz nem náci karrendítésnek gondolni, azt a karrendítést, az én magunk összólva, de hogy szempontjából mindegy, mert az a kép, hogy egy érdemi kérdésről, több érdemi kérdésről van érdemi vita, és a választók gyakorolhatják a jogaikat, ünnepelhetnek, a demokrácia ünnepét ülhetik meg azzal, hogy elmennek szavazni, és szerintem ennél fontosabb, ennél katartikusabb élmény nincsen, különösen úgy, hogy valószínűleg egyébként tényleg lesz egy katarzis a végén, hiszen meg lesz az ellenzék vezetője. Egy szereplő jön mindjárt, úgyhogy adjuk át neki a szerepet, a helyet. Köszönöm szépen nektek. Köszönjük.